A kislány meggyilkolásával is meggyanúsították a 2007-ben Portugáliában eltűnt Brit Madeleine Mekken ügyében vizsgált német férfit. A gyanúsított Kielben van börtönben, miután 2005-ben Portugáliában megerőszakolt egy akkor 72 éves amerikai nőt. A Braunschweigi ügyészség irodája gyilkosság gyanúja miatt indított vizsgálatot egy 43 éves német férfival szemben, a három éves brit Madeleine Beth McCann eltűnésének ügyében. A kislány Portugáliában, Praia da Luz városának egyik apartmanjából tűnt el 2007. május 3-án. Ebből láthatják úgy véljük, a kislány halott, mondta az ügyészségi szóvívő. A Scotland Yard nemrég bukkant egy új bizonyítékra, ami szerint egy korábban már pedofil bűncselekményekért büntetett német férfi is a portugál városban volt a kislány eltűnésének időpontjában. A gyanúsított furgonját többen is látták a környéken. A mostani vizsgálat célja, hogy kiderítsük és megértsük, mire használta pontosan a járművet. Amit eddig tudunk, az az, hogy különböző időpontokban az autóban lakott. És az is biztos, hogy az adott héten is ott lakott benne, tehát mozoghatott a környéken a furgont használva bázisául, mondta az ügyfő nyomozója. A gyanúsítottat végül 2006-ban fogták csak el, miután ketten betörtek hozzá és elloptak egy videókamerát, amin az idős nő megerőszakolásáról készült felvételek voltak. Ezt átadták a rendőrség. A gyanúsított Krisztián B. mindent tagadott, noha a felvételen látszott az arca is. A tanúk Medlin eltűnésének évében többször is látták a helyszínen. Az általa akkor vezetett Jaguar típusú gépkocsi a brit rendőrség nyomozásában is feltűnt.